Oké, okay, akkor kezdjük itt a kettes képkockánál. Ezt az urat úgy hívják, hogy Jim Benson. Tart egy könyvet a kezébe, látjátok, bele van írva az, hogy Jim Benson, és azt fogja elmondani, hogy ez az én könyvem, ami úgy lesz, hogy This is My Book. Ez az én könyvem, My Book. Az I az azt jelenti, hogy én és a tulajdon főnév az pedig az lesz, hogy máj. Máj enyém. Nagyon hogy itt a következő képkockánál biztos látod, hogy az van beleírva a könyv, hogy Peggy. Peggy, ő Jimnek a felesége. És mivel ezt a könyvet tartja, és az nem az ő könyve, hanem a Peggynek a könyve, az fogja elmondani, hogy ez a te könyved. This is your book. Ez a te könyved. You, te, és your, kap a you egy R betűt, az pedig lesz az, hogy ti éd. Nagyon jó, és akkor a lényeg az, hogy igazándiból angolban olyan szempontból sokkal egyszerűbb, hogy magát a főnevet nem kell ragozzuk. Míg a magyarban azt mondod, hogy én könyvem, te könyved, ő könyve, ugye a, könyv szót is ragozzuk, az angolban my book, your book, és mindjárt megtanuljuk azt is, hogy hogy van az, hogy ő könyve, de mielőtt oda jutunk, tanuljuk meg tagadni ezt a egyszerű mondatot, tehát this is my book, és akkor ez az én könyvem, hogy mondanánk azt, hogy ez nem az én könyvem, is, az azt jelenti, hogy van, és akkor az íznek az lesz a tagadása, hogy is not. Is not. Van, nem, gyakorlatilag. Ezt az is not ezt nagyon-nagyon szereti összevonni az angol, elegánsan és lezserül arra a kis szócskára, hogy isn't. Isn't. Egy apostrófa t, isn't. Ugyan szent, hogy is not. Tehát akkor az a mondatunk úgy lesz, hogy this isn't. This isn't my book. Ez nem az én könyvem. Elmondja azt, hogy ez nem a te könyved. This isn't. This isn't your book. Nem a te könyved. Egyszerű, menjünk tovább, itt vagyunk a hatos képkockánál. A könyvben az van írva, hogy Tom Benson, és Tom, az a sárga fiatalember, Jimnek és Peginek a fia, és fia, itt van a főhangsúly. hangsúly, azzal ellenben, hogy az angol nem ragozza a főnevet, a, bocsánat, igen, a főnevet, a személyi főneveket viszont pedig ragozza, tehát az ő szóban, szóból lesz hímnemű, illetve nőnemű, amit meg fog nektek mindjárt tanítani. Tehát ez az ő könyve, akkor ez úgy lesz, hogy this, ugye az egész mondat ugyanaz, csak a személyes főnévvel fog megváltozni, this is his, his book. É, tehát a he az azt jelenti, hogy ő, hi ő, himnemű, ide akkor egy kis A betűt, himnemű, és his, az pedig övé, és ide is kell egy kis H betű, mivel ez hímnemű. Hi. Ő, his, övé. Hímnemű. Nagyon jó. Menjünk tovább. 8 képkocka. N. Benson. N. Jimnek és Peginek a lánya. És a, a nőnemű verziója annak, hogy övé, az pedig az lesz, hogy this is. Her, her book. É, tehát a nőnemű ő az a she, ő, egy kis n betűt, hogy ez nőnemű, és her az pedig övé. This isn't my book. Ez nem az én könyvem, Menjünk egy pillanatra ide vissza a hatos képkockához. Tehát this isn't my book, nem az én könyvem. Nem a te könyved. This isn't, this isn't your book, a te könyved. This is his book, hogyha himnemű, her book, hogyha, bocsánat, jól mondtam, his, hogyha him nem ő, her, hogyha nő nem ő. Amiről még nem beszéltünk, hogyha azt szeretnénk elmondani, hogy ez Tom könyve, nem pedig az, hogy ez az ő könyve, akkor azt úgy mondanánk, hogy this is Tom. Tom z. This is Tom's book. A Tom, illetve a név, kap egy apostrófa est, biztos ismeritek a nagyon híres éttermet, aminek az a neve, hogy McDonald's. És az úriembernek a neve, aki ezt az éttermet ö, feltalálta, neki az a neve, hogy McDonald. Nem tudom, hogy milyen McDonald, de McDonald. És mert az étteremnek a neve az, hogy a mcdonald éj, ez a, a McDonald-nak az étterme, McDonald's. Amerikában van egy nagyon híres étteremlánc, annak pedig az a neve, hogy Jerry's Deli, főleg Dél-Kaliforniában. Ez egy. A Deli az egy olyan étterem, ahol ilyen pult mögül lehet rendelni. Tehát picit olyasmi, mint a amikor bemész a spárba, és akkor látod ott a pult mögött van ilyen francia saláta, vagy valamilyen mit én, más saláták, vagy, vagy, vagy kenyérfélék, és akkor a pult mögül megrendeled, és leülsz, ott ugyanebben a helyiségben, azt hívják Delinek, és a csávónak az a neve, hogy Jerry, ugyanúgy, mint Tom és Jerry, de mivel ez a Jerrynek nek a deli ezért kap egy apostróf est. Jerry's Deli, ugyanezt mondhatnád a Péterről is, Péter, vagy péter -z. Péter é. Oké, okay, szuper, itt vagyunk a tízes képkockánál, amint látjátok ebben a könyvben, semmilyen név nincs írva, és nem tudják, hogy kié ez a könyv, ezt pedig úgy fogják megkérdezni, hogy whose book is this? Kinek a könyve ez? Whose? A who az azt jelenti, hogy ki, és a whose? az pedig az lesz, hogy ki-é, ki-é, who, who's, dr. who, the who, a zenekar, who, ki, who's, ki-é. Az érdekes dolog még, hogy biztos észrevettétek azt, hogy az is, itt hirtelen a disz elé került. <laughs> Ez azért van, mert amikor kérdezünk az angolban, akkor megfordítjuk ezt a két szót, hát biztos emlékeztek, hogy az volt, hogy This is my book. Hogyha ezt meg akarnánk kérdezni, hogy ez a kijelentő mondat, ez az én könyvem, hogyha ez egy kérdés lenne, akkor megcseréljük a this és az is és az lesz, hogy is this my book? Ez az én könyvem? Vagy ugye ebben a mondatban whose book is this? Nem whose book this is, hanem whose book is this. Nagyon szuper. És a, még, akar, mint még akartam mondani, hogy a nál, ugye ott van a dupla V betű a szócskánk az elején, de nem ejtjük ki, nem azt mondjuk, hogy v hú, vagy v -hu, vagy vu, hanem az, hogy hú. Tehát, mint hogyha ott sem lenne, az egy silent, az egy nem kiejtett hang. Oké, okay, akkor vegyük át gyorsan, amit ma tanultunk. My book, én könyvem. Your book. Your book. A könyved. nemben az ő könyve, az az lesz, hogy his, his book. Nőnemben, ez pedig az lesz, hogy her book. Ez az ő könyve, nő nem. Ki ez a könyv? Az pedig whose húz ki ez a könyv, és akkor, hogyha erre azt kellene válaszolni, hogy nem tudom, akkor egész egyszerűen azon, hogy I don't know. Itt van széttett kézzel Peggy, és azt mondja, hogy ő nem tudja. I don't know. De hamarosan ti minden fogtok tudni angolból, hogyha feliratkoztok, leckéke -re hozzám. Remélem, hogy élveztétek ezt a mai demórát. Várom szíves jelentkezéseteket, vagy hogyha esetleg van olyan ismerősötök, aki szívesen venne órákat tőlem, akkor nagyon szépen kérlek, hogy továbbítsátok neki az információt. Facebookon megtaláltok, Messengeren megtaláltok, de még akár itt a Youtube-on keresztül is tudtak nekem a kommenteken keresztül üzenni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, szép napot, sziasztok!